Szép jó reggelt kívánok mindenkinek a Pax Televízió Csendes Percek műsorában. Van egy mondás, amikor emberek sokféle felelősséget hordoznak, akkor azt mondják, hogy nekem sok sapkám van. Ez azt jelenti, hogy tényleg sok területen kell neki helytállni. Én magam is így vagyok ezzel. Férj vagyok, édesapa vagyok, keresztény ember vagyok, lelkipásztor vagyok, gyülekezeti tag vagyok, egy missziónak a vezetője vagyok, magyar állampolgár vagyok, munkavállaló vagyok, és sok mindent lehetne még mondani, hogy mennyiféle felelősségem van, milyen sok sapkám van. Kedves hallgató, neked hány sapkád van? Hányféle felelősséget bízott rád az Isten? Bizonyára neked is több van. És ha már a sapkáknál tartunk, a felelősségeknél tartunk, érdemes azon is elgondolkodni, hogy Jézusnak hány sapkája volt, amikor itt a Földön járt. És hogyha erre a kérdésre válaszolni akarunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, de emberfia is volt, az akkori Izraelnek az állampolgára volt, egy családtag volt, rabbi volt, mester volt, tanító volt, de azt is mondhatjuk, hogy ő király, ő főpap, ő próféta volt. Jézusnak is nagyon-nagyon sok sapkája volt, nagyon sok felelősségben helytállt. És Jézus a kereszt halála előtt, amikor egy hosszú időben imádságban az atyával beszélgetett, akkor erről a sapkákról is beszélgetett vele, a felelősségeiről. És a János evangéliumának a 17. fejezetének a 4. versében ezt mondja. Én megdicsőítelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Vagyis amikor Jézus imádkozik, akkor azt mondja, hogy az a sok felelősség, amit az Atya rám bízott, én azt elvégeztem, jól végeztem el, és ezzel megdicsőítettem az Istent. Isten dicsőítésének az egyik módja, hogy elvégezzük a munkát, amit ránk bízott. Sőt, jól végezzük el a munkát, amit ránk bízott. Az életünknek a célja, az életünknek a lényege ez, hogy az Isten dicsőségére éljünk, hogy az Isten dicsőségére dolgozzunk, tegyünk valamit. Advent van, és ebben az adventi időszakban eszünkbe juthat Jézusnak egy tanítása, ami arról szól, hogy a háznak az ura bármikor visszajöhet, és amikor megérkezik, nem mindegy, hogy a szolgát milyen munkában találja. Boldog az a szolga, akit az Isten dicsőségére tudja végezni a munkáját. Boldog az az ember, aki az Isten dicsőségére tudja élni az életét. Ezen a mai napon is bizonyára nagyon sok munkánk lesz. Reggeltől estig sokféle tevékenységgel fogunk foglalkozni. Induljon a mai napunk úgy, hogy eldöntjük, sőt imádkozunk azért, hogy Uram Istenem, én ma a munkámat a Te dicsőségedre akarom végezni. Legyen ilyen napunk, egy ilyen áldott napunk az Isten dicsőségére. Amen.